Ahány ember annyiféleképpen próbálja elérni a sikert. Azt is mondhatnánk, hogy minden ember külön utakat jár, de mégis azt mondom, hogy ez mindig valahol egyetlen egyfajta megközelítése a meggazdagodásnak, és ezeknek van árnyalata. Rengeteg árnyalata van, de nem erről szeretnék beszélni, hogy mi és hogyan nem sikerül, hanem arról szeretnék beszélni, hogy mi az a plusz egy, amit hozzá kell tegyél az eddigi próbálkozásaidhoz, és azzal sikeres lehetsz, boldog lehetsz, és meggazdagodhatsz. Hogy is fogalmazzam meg ezt az egészet, hogy megértsd, hogy teljesen más kell csinálni. Olyan dolgot kell elmagyarázzak, amelyek számomra teljesen evidens, teljesen egyszerű. Mégis egy csomó ember azt kéri, hogy bizonyítsam be, hogy ez működik, azt figyelik, hogy milyen autón van, milyen órán van, milyen ruhám van, hogy én valóban hiteles vagyok-e, kivel beszéltem, kivel vacsoráztam, kivel barátkoztam, hogy valóban tudom, hogy mit mondok. Én tudom, hogy mit mondok, a kérdés az, hogy te tudod-e, hogy mit kell tegyél. Mondjuk, ahogy a múltkor is mondtam, tanulnod kell, de nem mindegy, hogy mit tanulsz, tehát ez egy ilyen ismétlő vlog lesz, elmondom megint és megint és megint, megpróbálom megint egy másik oldalról megközelíteni, hogy pontosan mit kell csináljál és mit kell tanuljál. Gazdag akarsz lenni, boldog akarsz lenni, boldog párkapcsolatban akarsz élni. Azt szeretnéd, hogy a gyerekeid okosak legyenek, a gyerekeid jó neveltek legyenek, a gyerekeid mosolyogva rohangászanak a réten, és te boldog nyugalommal szemléled ezt az egész tevékenységet. Ha nem rét, akkor mondjuk a tengerpart, ha nem tengerpart, akkor valamilyen hegyen, ha nem az, akkor valami olyan dolog, amit még te sem tudsz, meg én sem tudok, hogy hol van, de mindenképpen valami felhőtlenséget, egy szabadságot szeretnél, mosolyt, örömet, boldogságot. És természetesen az ehhez szükséges pénzmennyiséget, amely fenntartja ezt az életet. Mert sajnos az élet olyan, hogy pénzbe kerül. Nem szeretem, hogy így van, de pénzbe kerül, és lehet anélkül is boldognak lenni, pénz nélkül is bőven tudsz boldog lenni, sőt, a pénz nem segít abban, hogy mosolyogjon a gyereket például, egészséges legyen, és egészségesen rohangászon akárhol a világban. Sőt, a pénz nem segít abban sem, hogy egy virágos légy szebb legyen, vagy ne legyen szép. Az egésznek a milliója, az egésznek a pillanata, az atmoszférája, az nem igényel anyagi támogatást. Azt egyszerűen te kell, hogy megteremtsd. Na induljunk ki innen, hogy ezt elérheted nagyon könnyen, és melléktermékként tudod megszerezni azt, hogy gazdagon teszed ezt, vagy nem gazdagon. Éppen olyan gazdagon, amilyen gazdagon te szeretnéd. Ez a te beállítottságodtól és a képességeidtől fog függni. Igaz, ezeket a beállítottságokat és ezeket a képességeket lehet hangolni, tehát gazdagabb lehetsz, mint ahogy most el tudod képzelni, boldogabb lehetsz, mint ahogy most el tudod képzelni, mosolygósabbak lehetnek a gyerekeid, mint ahogy azt most el tudod képzelni. Térjünk vissza a tanulásra, tehát arra, hogy mit jelent az, hogy tanulni. Nem azt jelenti a tanulás, amit megszoktunk az iskolában, hogy valamit elolvasol és visszamondod, és valaki ezt értékeli. Ez nem tanulás, ez rabszolgamunka. A tanulás azt jelenti, hogy információ érkezik feléd, és ezt az információt te be tudod fogadni, és ha befogadtad, megváltozik a viselkedésed. A viselkedésed, tehát az életed fog megváltozni. Milyen oktatásra van szükséged? Olyan, amely fizikailag érint meg téged információval. Olyan, mint kalapáccsal fejbe baszni valakit, és akkor a feje meg fog változni. Na, ugyanezt képzeld el, csak pozitív értelemben ugyanekkora hatása, tehát olyan információra van szükséged, amely megváltoztat téged. Nem olyan, amilyenné tesz valaki valakit, hanem olyan, hogy te neked van egy értéked. Kapsz egy információt, és plusz hozzátéve a te értékeidhez ez az információ a világban egy teljesen új dolgot fog létrehozni. Ez az egyetlen termék, amit el tudsz adni a piacon. Az, hogy te másholat vagy és megtanulod, hogy Géza hogy csinálta, Julcsi hogy csinálta, lófasz nem fog érdekelni, nem fog tudni eladni, néhány ember még el tudja adni és be tud hűíteni másokat, de ott vége lesz az egésznek.
egyéninek kell lenni, egyedinek kell lenni, és az információt ezzel az egyéniséggel kell befogadnod. Tehát minden egyes oktatási fázisban, minden egyes oktatási órán te magad kell legyél, te magad, és nem másolni másokat. Az információ, amelyek pedig hozzád kell eljöjjenek, azok megformálnak téged. Mondok egy példát. Nemrég napvilágra jutott egy kísérlet. Egy olyan kísérlet, amelyek halál felesleges kísérletezni, mert ezt mindig is tudtuk és mindig is csináltuk. Én amióta Boris Zolotovhoz járok tanulni, már nem, mert meghalt 2 éve, de amióta hozzájárok, folyamatosan csak ezt csináltuk. A kísérlet lényege az, hogy nem számít a korod. Tehát ne úgy élj, ahogy belenézel a tükörbe és tudod, hogy hány éves vagy, vagy amennyinek látszol. Ne úgy élj, hogy a személyigazolványodban ott van, hogy mikor születtél. Ne úgy élj, ahogy megünneplik a születésnapodat a barátaid, a szeretteid, hanem úgy élj, ahogyan szeretnél. És hogyha úgy élsz, ahogyan szeretnél, akkor olyan lesz az életed, amilyennél szeretnéd ezt változtatni, tehát ahogy szeretnél élni. Ez azt jelenti, hogy összegyűjtöttek 2 csoport öreget. Az egyik csoport öreg csupa olyan feladatokat kapott, elvonultak egy hétre kb. Vagy nem tudom mennyi időre, csupa olyan feladatot kapott, hogy a 20 évvel ezelőtti világot hozták vissza nekik. Tehát úgy rendezték be a szobáikat, olyan programokat csináltak, olyan zene szólt, folyamatosan olyan életet élhettek, elvonultak, tehát nem voltak társadalmi kötöttségeik és hétköznapi problémáik, hanem ott kaptak ilyen feladatokat. A másik csoport szintén elvonult, szintén nem volt társadalmi kötöttsége, de nem változtattak semmit, a mai napi zenék szóltak, a mai napi dizájnban éltek, minden megmaradt ugyanabban, ami most van, a másikat egy időutazásra visszavitték. A 2 csoport között hatalmas különbség volt akkor, amikor kijöttek ebből a kísérletből. Az, akit beraktak elvonulni, szinte semmit nem változott. Az, akit időutazásba invitáltak, és visszamehettek 20 évvel ezelőtti dolgaikról, nem beszélhettek például a 20 évvel ezelőtti és a mostani idő közötti dolgokról, csak kizárólag az addig megtörtént dolgokról beszélhettek, akár politika, akár bármi. Azok megfiatalodtak, más lett a járásuk, más lett a gondolkodásuk, másképp viselkedtek másokkal, úgy viselkedtek, hogy fiatalabbak lettek. Ha nem pont 20 évvel, de fiatalabbak lettek. A kontrollcsoport viszont nem. Szemináriumokon mindig ezt csináljuk. Olyan világot teremtünk meg, amelyre szüksége van a mai embernek, hogy boldogan élhessen, és megváltozik a járása, megváltozik a nézése, a tekintete, megváltozik a véleménye a világról, másképp látja a világot, más lesz az egész ember. Ezt az oktatást kell követni, ezt az oktatási stílust, ezt a gondolatot kell követni, hogy nem hisszük el, hogy mi van körülöttünk, hanem egyszerűen elképzeljük, és reálisan cselekszünk abban az elképzelésben, tehát fantáziadúsan élünk, és így kapjuk meg az eredményeket. Meg akarsz gazdagodni? Kell az 50 eddigi sikertelen árnyalathoz plusz 1 dolog? Akkor itt ez a feature, itt van ez a dolog, amit ha megfogadsz, akkor azonnal lesz eredményed. Ne gondolkozz azon, hogy mi bajod van, azon gondolkozzál, hogy mi lesz, és azon gondolkozzál, hogy milyen értékeid vannak, és ehhez szerezzél plusz olyan információt, ami megsegít téged. Szemináriumon megadom ezt az információt, megadom rólad, neked szólóan, pontosan azt az információt, amivel sikerre tudod vinni az életedet. Nem konkrétan, hogy mit mondjál meg, hova menjél, és hogyan éljél meg, hanem visszaviszlek, vagy előre viszlek, vagy átviszlek egy olyan világba, ahol te élhetsz egy olyan életet, amelyben felszabadul minden eddigi kötöttséged, és te szintén, mint egy újjászületett gyerek úgy fogsz élni, és így fogod tudni majd hétfőtől a szeminárium után folytatni az életedet. Akár az üzleti életed lesz ez, akár a családban az életed, akár a párkapcsolatod, mindegy, hogy miben. Ennél jobban nem lehet ezt elmagyarázni. Mit kell tehát tegyél? Egyszerűen fantáziáljál, gyere el szemináriumra, hogy segíthessek neked, mert 600-szor elmondhatom, és 600-szor meghallgathatod, akkor sem fogod tudni megtapasztalni azt, amit egy csettintéssel a szemináriumon átadok neked. Én tudom, hogy mindenki fél attól, hogy változom. Fél attól, hogy elhagyja a jelenlegi életét, és egy másik életet éljen, de az a plusz 1 az 50 árnyalaton túl, az a
az az új életed, az új kezdés, az, hogy másképp élsz és másképp csinálsz mindent. És ennek egyetlen egy lehetősége van, hogy tanulni kell olyat, ami valóban megváltoztat. Nem kell visszamondani a szavakat, nem kell visszamondani a mondatokat, a gondolatokat, hanem te más lettél azáltal, hogy valamit csináltál. Mész az utcán, sétálsz, szembe jönnek veled az emberek, és minden emberben azokat látod, amelyeket eddig is ismertél. Ez szimpatikus, ez nem szimpatikus, ez egy ilyen típusú, ez egy olyan típusú. Majd szembe jön valaki, aki a szemedbe néz, és semmi nem jut eszedbe róla, csak nem tudod kiverni a fejedből az arcát, a szemét, a tekintetét, a mosolyát. Ezt nevezzük annak, hogy első látás a szerelembe estél valaki. Ez az információ kell neked. Ilyen szintű információ fog tudni téged csak megváltoztatni. Azért hozom mindig elő a szerelem témát, mert a szerelem az egyetlen út, hogy te valóban megváltozzál, és az életed valóban közelítsen az elképzelt tökéletesség felé. Nem lesz tökéletes, mindig lesznek problémák, csak te tökéletesen meg tudod élni az életedet. És ez a szerelemben megvalósul szegénynek és gazdagnak is. Képzeld el, hogy van egy szakmád, vagy van egy munkád. Ebben a szakmában és a munkában te állandóan törekszel, és a legjobbat kihozod magadból. Folyamatosan a legjobbat, tehát egyre jobbat hozol ki magadból. És közben első látásra szerelembe esel valakibe, vagy egyáltalán még nincs is tárgya ennek az egésznek, hanem csak úgy szerelmes állapotban vagy, mint egy festő, amikor ihletet kap, vagy egy költő, vagy egy filmrendező, vagy egy író, vagy egyszerűen egy hétköznapi ember ránéz a gyerekére, és megjelenik előtte egy 50 évnek a reménysége. Ezt az állapotot kell megkapni, ezt kapod meg szemináriumon. És te ettől félsz, hogy ezt megkapod. És még egyszer mondom, ettől félsz, hogy ezt megkapod, azért nem jössz el. Azért nem próbálsz ki olyan dolgokat, amelyeket nagyon élveznél. Olyan dolgokat próbálsz ki, amelyeket nem élvezel. Olyan dolgokba fekteted az energiádat egész nap, amiket nem élvezel. Amelyekért küzdened kell, és nem látod, hogy ebből pontosan milyen eredmény lesz, csak akkor, hogyha pénzben kifejezik. De ezt a minőséget, amiről én beszélek, ezt nem lehet pénzben kifejezni. Ezt el kell érni, ezt a minőséget. Ehhez mozogni kell, élni kell, és gondolkodni kell. Egyszerre, komplexen. Ehhez csinálok gyakorlatokat neked, hogy ezt elérhess. Ha otthon magadban gyakorolsz, és a készségeidet fejleszted, hogy egyre jobban menjen mondjuk a tárgyalás, egyre jobban menjen a gyerekfej simogatás, vagy bármi ilyesmi, akkor nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ebből egy minőségi változás legyen. Nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy elkezdesz gyakorolni valamilyen mozdulatot, és az majd egy olyan mozdulat lesz, ami számodra egy teljesen természetes mozgás lesz. Ez évek kérdése akár, és nagyon sok gyakorlás kérdése. Ha rögtön a minőséget érintjük meg, tehát az információt képesek vagyunk áthelyezni egy másik emberbe, és ott minőségben megjelenik, mint például egy szerelmi folyamatban, hogy egyik pillanatról a másikra te szerelmessé válsz, és nem szép lassan megtetszik valami, hanem rögtön te megszeretted ezt, és teljes működésedben te maximum lángon égsz. Az azt jelenti, hogy egyik pillanatról másikra te szerelmessé válva más minőségben élsz. Ezután jön a praktikum, ezután jön az, hogy leszólítod, ezután jön az, hogy megismerkedsz vele, ezután jön minden, és ezután épül föl évek alatt a készségszint, amelyeket majd elszámolhatsz, hogy igen, voltam vele moziba, igen, szexeltem vele, igen, van gyerekünk, van unokánk, van bármi, ezek épülnek föl évek alatt, és nem fordítva, hogy évek alatt majd megszeretsz valamit, például a cégedben évek alatt fölépítesz valamilyen minőséget, hanem azonnal legyen meg az a minőséged, amellyel képes vagy letárgyalni bármilyen szituációt. És nem évek alatt megtanulod, hogy kell, hanem a minőség számít. Hogy te odamész, és azzal, hogy megjelentél, már képviselsz valamit, amit szívesen megvesznek, vagy szívesen csatlakoznak ahhoz. A minőséget lehet áthelyezni a másik emberbe. Vannak erre konkrét gyakorlatok. Minimum két ember kell hozzá, hogy végezze.
egyedül nem lehet megcsinálni. Társadalmi szinten akarsz sikeres lenni? Sok ember kell hozzá. Társadalmi szinten kell modellezni a minőséget, és úgy kell megszerezni ezt az egészet. Az 50 árnyalat az, hogy végtelen sokféleképpen gyakoroltad a készségszintet. A plusz egy pedig az, hogy a minőség egy az egybe átmegy hozzád, és te azonnal képviseled azt a tudást. 3 nap alatt megkapod az eredményt. 3 nap alatt megfordul a világ körülötted. Ha igazán megtanultál valamit, azt holnap már használni tudod. Sikeres leszel és gazdag. 100%